Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai egy újabb Percy Jacksonos videó lesz. Mégpedig a második ebben a hónapban, ugyanis Percy Jackson hónapot tartok, és ebben a mai videóban nem konkrétan a Percy Jackson vonalat követem, hanem jobban a Rick Riordan teljes részre fogok rákoncentrálni. Ugyanis ebben a mai videóban körülbelül ilyen tanácsot adok, vagy tippet, mert sokszor kérdezik kommentben, hogy melyik Rick Riordan könyvvel érdemes kezdeni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most csinálok egy videót, amiben elmondom, hogy szerintem melyik az a sorrendje az összes Rick Riordan könyvnek, majdnem az összesnek, amiben érdemes őket elolvasni. Először. Közérdekű közlemény, mivel egy láthatjátok ebben a félvértáboros pólóban vagyok, általában a Percy Jacksonos, Rick Riordanos videóimban ebbe szoktam lenni. És mindig megkérdezik, hogy mindig van valaki, aki megkérdezi, hogy honnan szereztem a pólót, és mindig megválaszolom, de most már megválaszolom így egy videóban, hogy itt van, úgyhogy ezen túl csak majd ezt így belinkelem, hogyha valakit érdekel. Szóval igazából ez a póló ez úgy készült, hogy ezt a mintát én így gépen megcsináltam, igazából ez a Pegasus, ez fönn van neten, betűtípust megszereztem, fölé írtam, Photoshopban menőn meg lehetett hajlítani, és hát ezt végül is rányomtattam egy pólóra. Úgyhogy ennyi volt, nem megrendeltem valahonnan így vagyonokért, vagy ilyesmi, nem tényleg így gyorsan, egyszerűen megcsináltam. És hát mielőtt így a nyakláncra is rátérnénk, ezt meg szintén én csináltam, ez fagyöngyökre vannak ráfestve a kis dolgok. Szóval ezt saját kezűleg én csináltam. Ennyi volt a kitérés. Szóval nézzük, hogy mi az ajánlott sorrendje szerintem a Rick Riordan könyvek olvasásának. És ebbe a 39 kulcs sorozatot nem fogom belevenni, mert abba is kettő részt azt hiszem írt Rick Riordan, de azokat én nem olvastam, és azt ide nem veszem bele. Szóval, szerintem az első sorozat, amit úgy feltett, hogy ami az legelső, amit Rick Riordantól kellene olvasni, az feltétlenül a Percy Jackson és az Olimposziak sorozat, ugyanis az volt az első, az az eredeti, az az, ami minden szabályt és hasonlókat lefektet, tehát én szerintem ezzel ajánlott kezdeni, én speciál ezzel kezdtem, tehát nagyjából az lesz a sorrend, amit én most mondok, amit én követtem, mikor olvastam őket, mert egyébként körülbelül úgy a legjobb sorrend, amit lehet követni ezeknek a könyveknek az olvasásánál, megnézni, hogy Rick Riordan melyik könyvét melyik évben adta ki, és így évszám szerint lehet velük haladni, mert akkor valószínűleg nem fut bele abba az ember, hogy elolvassa az egyik könyvet, és az spoileres egy másikra. Szóval szerintem legelső könyv villámtolva, ezzel érdemes kezdeni, és akkor szépen utána a Percy Jackson sorozat, tehát a Szörnyek tengere utána, aztán a Titánátka, Csata a labirintusban, és természetesen a legvégén az utolsó Olimposzi. És hát ugye ez volt az első sorozat. Ez létezik egy ilyen nagyon menő kis kiegészítő kötet. Ebben van három rövid történet, ami szintén így a Percy Jackson sorozathoz kapcsolódik. Igazából magukhoz a könyvekhez annyira nem, csak a szereplők, ugye onnan vannak ilyen kis évközben történt dolgok. Ezt körülbelül azt hiszem... Van benne egy sztori, ami olyan szempontból lényeges, hogy az a negyedik és az ötödik könyv között játszódik, tehát hogy körülbelül akkora már biztonsággal el lehet olvasni, mert addigra az ember mindent tud, és akkor belevetheti magát az ebben lévő kis sztorikba. És igazából ezután több választási lehetőség is van. És a következő trükköt igazából az jelenti, hogy 2005-től 2010-ig publikálta a Percy Jackson sorozatot, és 2010-ben azt hiszem, de azért megnézem. Aztán 2010-ben két könyve jelent meg, két különböző sorozatban. Az egyik volt a Vörös Piramis, ami a King Chronicles első része, a másik volt az Elveszett Hős, ami pedig az Olimposz hőseinek az első része. Na most igazából bármelyikkel lehet folytatni a Percy Jackson után, sőt igazából a King Chronicles-okat akár a Percy Jacksonok előtt is el lehet olvasni. Egyetlen egy helyen van, talán nem egyetlen egy helyen, de egy néhány helyen van utalás így arra a görög istenes részre, ami a Percy Jacksonban van, de egyébként ebben a három részben, tehát Vörös Piramis, Tűztrónus és a kígyó árnyéka, ezekben igazából a Percy Jacksonokra nincsen spoiler, szóval ezeket lehet a Percy Jacksonok előtt is olvasni. És hát ugye ott van a választási lehetőség, hogy vagy King Chronicles, vagy az Olimposz hősei. Na most az Olimposz hőseit
valószínűleg el lehetne olvasni a Percy Jacksonok nélkül, tehát így valamennyire magyarázva van közben a történet meg a korábbi dolgok, de szerintem mindenképpen érdemes először a Percy Jacksonokat elolvasni, mert elég sok szereplő, meg sok esemény, amire visszautalnak a könyvekben, az már az a Percy Jacksonokon alapszik, az a Percy Jacksonokban történt meg. Tehát, hogy hallottam előtt, hogy valaki ezeket a könyveket olvasta, és a Percy Jacksonokat nem, és az nekem ilyen, nem tudom, furcsának hangzik, mert majdnem minden alap dolog, ami az Olympus hőségben történik, az a Percy Jacksonokban kezdődött, szóval szerintem az nem árthat, ha valaki olvassa előtte őket, mert tényleg, tehát eleve egy csomó szereplő a Percy Jacksonokból jön. Valószínűleg érdemes a Percy Jacksonok után olvasni az Olympus hősei. Az elveszett hős, utána jön a Neptun fia, aztán jön az Athéné jele, Hádész háza, és az utolsó rész, most fejbevágtam magam a könyvben, nem baj, és az utolsó rész az Olympus vére. Igen, ezek a könyvek vannak lefordítva magyarra, kivéve a Demigod Files, amit az előbb mutattam, az a Percy Jackson kiegészítő, mert az, ha jól tudom, az nincsen lefordítva, de a többi le van. És valószínűleg amiket innentől mutogatok, nem nagyon lesz. Visszatérve kicsit a King Chronicle-ra, hogyha valaki olvasta a King Chronicle-kat is, és a Percy Jackson, és az Olympus-i sorozatot is, akkor az beleveteti magát ebbe a Demigods and Magicians nevezetű kis könyvbe, ugyanis Rick Riordan írt három ilyen keresztező történetet, amiben Annabeth és Percy találkozik a Kane testvérekkel, tehát Carterrel és Sadie-vel. És akkor kiadtak utána egy ilyen könyvet, amiben mind a három történet egyben benne van. Szóval akkor érdemes ezt elolvasni, hogyha a Percy Jacksonokat meg a Kane krónikákat is olvast az ember, mert hát ugye onnan fogja tudni a szereplőket. Visszaugrunk akkor az Olympus hőseire, mert ahhoz is van egy ilyen kis kiegészítő kötet, a Demigod Diaries. És ezt valahol úgy az Olympus hősei során érdemes elolvasni, mert ja, azt hittem három sztori van benne, de 3+1 sztori van benne. De minden is ebben... Mennyire bevágtam magam a könyvvel, ez a szemüveg nem fogja sokáig túlélni. Szóval ezt igazából bármikor az Olympus hősei során el lehet olvasni, lehetőleg így az elveszett hős után, mert például van benne egy történet, amihez az elveszett hősben bemutatott néhány karakter ismerete szükséges, de igazából ennyi. Szóval ez az Olympus hőseivel kapcsolódik, és akkor érdemes olvasni. És hogyha megvolt az Olympus hősei sorozat, akkor megint két irányba tud elmenni az ember, mert az egyik, hogy folytatja a sorozatot, ez már nem jelent meg magyarul, sem az előző kettő... A Demigods and Magicians-ből valamelyik történet benne volt a Kígyó árnyékában, azt hiszem a valamelyik kiadásban. De igazából ezek a kis kiegészítő könyvek annyira nincsenek még lefordítva. És innentől a rendes könyvek sem, amiket mondok. Szóval... Az Olympus hősei után jön a Trials of Apollo sorozat, amihez szintén mondhatni elengedhetetlen a korábbi két sorozat, tehát a Percy Jackson és az Olympus, illetőleg az Olympus hőseinek az ismerete, nagyon sok helyen utalunk vissza, nagyon sok szereplő onnan jön, és eleve az esemény, a helyzet, ami elindítja ezt a sorozatot, az Olympus hőseinek a végén van ott onnantól indul, szóval hát igen, nem árthat hozzá. Viszont, akár belekezdhet az ember, a Magnus Chase and the Gods of Asgard sorozatba, ami szintén nincs lefordítva még, és nem tudom mikor lesz, és fogalmam sincs, nem dolgozom kiadónál, nem tudom. Gondolom a könyv, majd képzőt érdemes ilyen dolgok felől kérdezni. Szóval, ez a két könyv, ez két sorozat kezdő része. És ez úgy van, hogy ez jelent meg májusban, ugyanabban az évben ez jelent meg októberben. Szóval én azt mondanám, hogy először érdemes ezt a könyvet mindenféleképpen, ha nem is az egész sorozatot, de ezt a könyvet. Mert utána... Sőt, igazából tök mindegy, hogy melyiket. Mindegy, ez a kettő utal egymásra. Majd meglátjátok, hogyha elolvassátok. És akkor... Hát igen, szóval az Apollo sorozatban addig három rész jelent meg. Az első rész a The Hidden Oracle. Aztán a The Dark Prophecy és a The Burning Maze, ez a három jelent meg eddig, és most szeptember 24-én jön a negyedik része a sorozatnak, a The Tyrant's Tomb.
és már alig várom. Remélem ezre is lefordítják, hogy minél többen el tudják olvasni. És nem tudom pontosan, hogy hova kapcsolódik közelből, szerintem ezt, hogy az Olympus hősei után már bátran lehet olvasni. Van egy Camp Half-Blood Confidential nevezetű kis kiegészítő könyv a Percy Jackson sorozathoz. Ez igazából elméletileg egy ilyen kis kézi könyv. Úgy van megcsinálva, hogy ez az, amit megkapsz, mikor a félvértáborba kerülsz, tehát egy ilyen kis kézítő könyv, történetek, kis rövid interjúk vannak benne, a táborra meg ilyenekről. Szóval ez egy ilyen. És akkor Magnus Chase sorozat. A Magnus Chase sorozat tényleg párhuzamosan fut az Apollóssal. Igen, mert körülbelül pont egy időben indul a kettő, de tényleg, tehát, hogy valami januári napom. Szóval The Sword of Summer az első, aztán jön a The Hammer of Thor, és végül a The Ship... Miért fejjel lefelé fogom mindig? Végül pedig a The Ship of the Dead, ez pedig a sorozat záró, ebből csak három rész van. Ezeket így érdemes az Olympus hősei után, az Apollo körül. Igazából el lehet olvasni őket külön is, csak tényleg az, hogy így az Apollóssal vannak egymásra utalások. Meg hát a Percy Jacksonban jelenik meg egy-két szereplő. És a Magnus Chase-es sorozathoz szintén van egy ilyen kis kézikönyv. Ez pedig a Valhalla Hotelhoz egy ilyen kis kézikönyv, ami a kilenc világnak, meg ilyen a kilenc világhoz ilyen útmutatók vannak benne, szintén interjúk, meg kis történetek hasonlók. Hát ez meg elméletileg az a kézikönyv lenne, amit meg a Magnus Chase sorozatban a Valhallába kerülés után kapnak meg. Szóval ezt így akármikor a Magnus Chase sorozat során. És ezeken a könyveken kívül van még két kiegészítő könyvem, csak nehéz volt őket felemelni. Én még mindig nem jegyeztem meg a magyar címüket, úgyhogy mondom kb. Hogy micsoda, aztán a leírásba úgyis mindig belinkelem a könyveket. Magyarul, ha tehetem. Szóval van ez a gyönyörűség, Percy Jackson és a görög, Percy Jackson görög istenei talán, és a görög istenek, valahogy így van a címe. És akkor ebben 15, ha jól látom, 15 istennek így az eredet történetét, meg így történeteket ír le róla benne Percy a narrátor benne. A másikban meg, ebben meg 12 görög hős, ami a Percy Jackson és a görög hősök című kötetben, 12 görög hősnek így a történetét írja le szintén Percy. Valószínűleg ezeket is el lehet olvasni bármikor tényleg, de ebben tutira emlékszem, hogy minimum egyszer van utalás Jasonre az Olympus hősei sorozatból, vagy Jasonra, de soha nem fogom Jasonnak hívni. És ebben szerintem nincsen, szóval szerintem azt így akármikor lehet, konkrét spoilerek nincsenek rá. Maximum Percy említi, hogy nem tudom, találkozott ezzel, vagy hogy ő nem is olyan jó fej, de ezen kívül igazából nagy spoilereket ez a két kötet, csak ne hiszük, tehát hogy nem tartalmaz. Mondjuk kiakadtam, mikor megláttam, hogy a magyar kiadásból pont az illusztrációk hiányoznak, amik a könyvek legjobb részei. Egész oldalas illusztrációk. És ezeken kívül még van kettő darab kiegészítő kötet, ami nekem még egyelőre nincs meg, de nagyon szeretném őket beszerezni. Az egyik a Kane Chronicles-hoz van, nem tudom a pontos címét, de egy ugyanolyan kis kézikönyv, mint ami a Camp Half-Blood Confidential, meg a Hotel Valhallás kis kézikönyv volt, de az a Kane Chronicles-hoz van természetesen. A másik pedig a Magnus Chase sorozathoz, az pedig a Ninth from the Nine Worlds, abban szintén ilyen kis rövid történetek vannak, és hát ugye az a sorozathoz kapcsolódik, azokat pedig azokhoz a sorozatokhoz érdemes elolvasni. Szóval nagyjából ez szerintem az a sorrend, amit úgy érdemes követni, mikor a Rick Riordan könyveket olvassuk ebből a Percy Jackson érintett világból, de igazából mindenki az abban a sorrendben olvashatja el őket, amikben akarja, csak hát nagyon sokszor előfordulhat, hogy így kisebb, elrejtett utalások vannak a korábbi kötetekre, tehát hogyha valaki olvasta a korábbi köteteket, akkor ezeket jobban észreveszi. Szóval szerintem nagyjából ez az ajánlott sorrend, de mindenkire rábízom, hogy szeretné őket olvasni. Remélem hasznos volt ez a kis videó, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!